Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futball Kárcún, és megyünk tovább 121. méldéje. Red Bull Lipcse mezbe vagyok egyébként, hát itt csapatom ebbe a mezbe, hiszen most vettem fel éppen a méldé előtt a FIFA karrier epizódot, úgyhogy ma azt is láthatok, nagyon-nagyon izgalmas lesz, de nem is erről van szó, csak én felspanolt állapotban vagyok, úgyhogy lesövettem a mezt, jó ez így. Nyomjuk tovább a 121. méldét itt a Futball Kárcún. Be van készítve ide az olló, illetve a jó kis snitzer, úgyhogy a pajtások itt vannak. Nyomassuk, menjünk, nézzük, mik lesznek, mert rengeteg küldemény jött. Úgyhogy kezdjük is el, én azt mondom. Azaz, meg is van az első. Lendüljünk bele a témába, egyből néhány kártya. Az összes válaszboríték fel lett adva, bár aki követ Instán, Facebookon, meg ilyesmi, az tudja, hiszen oda is kiszoktam írni, de hogyha sikerült, de sikerült a héten is, már csütörtökön feladtam az összeset egyébként. Ó, figyeld már, új top class szériás kártyák is. Lehet, hogy ezt pont aláírni kell? Itt kaptam egy borítékot, bár ez messze nem válaszboríték, hiszen fel sincs címezve, azt se tudom, hogy kinek kell küldeni. Ez így biztos nem jó, hogyha ebbe szeretné visszakapni. Bélyegről ne is beszéljünk. Szia, kedves futballkárcunk! Küldök neked néhány focis kártyát, szeretnék cserébe Fortnite kártyákat. Köszönöm, Csongor, nem lenne vele probléma. Király a rajzod is, Fortnite kártyákat is tudnék küldeni. Hiánylista. Fradi logo, Fradi kártyák, és egy legend kártya. Nem lenne ezekkel probléma egyébként, hogyha jó lenne a válaszboríték, hiszen az egyenlőség elve miatt, akinek nem jó a válaszboríték, nem küldök vissza, hiszen tényleg értékelem azt, hogy valaki fáradozik vele, hogy szépen felcímzi magának, ide az én címem, bélyeget vesz rá, vagy ugye ilyen postakézborítékba teszi, mint ez, ugye ilyet is lehet a postán venni pár száz forintért, úgyhogy ezt mindenképpen értékelem, és hát ez nem sikerült neked, úgyhogy kérlek egy jó válaszborítékot küldj, és akkor menni fog vissza a cucc. Ezeket nagyon köszönöm, ez elég király, kicsit rossz állapotúak, de nagyon szuper lapok. Nézzük, van itt még, ezeket mind megnéztem, jó, akkor viszont a csomagokat lessük meg, miket küldtél. Ez egy ilyen wow pak, kis DNS-se, kis hajszál is jutott bele, celluxolásba, úgy. Ezt írom is egyébként mindenkinek, akinek válaszolok, hogy ha szeretnél visszakapni, akkor válaszboríték legyen. Ez kivétel nélkül mindenkinek szoktam írni, mert nagyon fontos. De ezt már rengetegszer kifejtettem, hogy miért. Oké. Vannak mindenféle Angry Birds Go kártyák, abból csillogós is van. Nagyon rendben van. Ez egy ilyen vegyes pak lett. Egy ilyen Angry Birds Go-sat előre is teszek, jól néz ki. Van itt nekünk egy Jók nevezetű pak. Oké. Nézzük, hogy nálad mi számít jónak. Nem biztos, hogy ugyanaz, ami nálam is. Már csak azért is. Érdekes. Na nézzük. De nagyjából ugyanaz számít jónak. Gold kártya Vinicius Junior. Ezek tényleg jó lapok. Előre is rakjuk ezt a Winter Start. Nagyon jól néz ki. Hát erre nincsen semmi írva, úgyhogy igyekszem normálisan itt átvágni. Úgy, hol lehet ezt nyitni? Egyelőre sehol. Jó, be van ez csomagolva. Úgyne. Néhány lap, az egyik köztük egy Update Edition Zéko. Nagyon jó. Oké, köszönöm szépen neked. Menjünk tovább következővel. Update csillogós, Star Wars válaszboríték, látom fel is van címezve, nagyon-nagyon helyes. Fortnite, Panini FIFA 365 Update, nézzük a leveledet. Kedves FCA Gergővel, először küldök csomagot, és most a FIFA 365 Update Edition kártyákat gyűjtöm. Sajnos még egy Topmastert sem sikerült nyitnom, ezért szeretnék élni, ha van, küldök, most szerintem nincsen, igyekszem majd valami jót, valami limitedet, vagy ilyesmit.
persze, vagy nem, remélem tetszik, amit küldtem, jók a videóit, Kátya háború a legjobbak, hiánylista, itt írod is. Szeretnék kérni pár limited edition, igen, azzal nem lesz gond, Frad is kártyát, Gergő, oké, válaszborítékot teljesen tökéletes, így néz ki egy jó, és ez nem is drága, tehát tényleg ilyen 200 forint alatt van ennek az ára, ez a mai világban nem pénz, tehát 200 forint alatt jóformás semmit nem kapsz, 4 zsömlét, ezt viszont látásra, de az se császár zsömle legyen, hanem az a jó felvizezett vacak zsömle. Na, szóval, elég a zsömle elemzésből. Nézzük a Fortnite lapjaidat. Nem rosszak ezek. Series 1-ből ráadásul, az nem egy mai széria. Nagyon király. Star Wars. Na erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen Star Wars kártyákat küldtél. Úgy. Meg hogy melyik széria. De hogy látom, egy régebbi topsos szériából mindenféle. T-Fighter is van, illetve egy Leia Organa. Nagyon jó. Update csillogós. Szuper volt ez a Star Wars pack. Kár, hogy mostanában semmi nincs egyébként. Lego Star Wars van, aztán viszont látásra. David Alaba, Kamavinga. Csak csillogós. Nagyon komoly ez a pack. Köszönöm szépen neked. FIFA 365 update. Nézzük meg ezt is. Ott van, teammétek. Nagyon-nagyon szép állapotban tartod a lapjaidat. Mindegyik tökéletes. Köszönöm szépen neked. Nagyon jók egyébként. Ide rakom erre az update toronyra, ha már van ilyenünk is. Jó, nézzük a következőt. Van itt egy ilyen kisebb. Oké. Van benne, ezeket szeretném, ha aláírnád. Jó, nézzük meg azért, hogy miket kell aláírni, mindig kíváncsian figyelem, hogy miket kértek, mert amikor ilyen prémiumot kell aláírnom. Hát elég durvákat kell, Haaland, Cristiano Ronaldo, Blacktop Master, ezek azért nem gyenge lapok. És meg egy ilyen Haaland Limited, az durva azért, természetesen. Kis válaszboríték, bélyeggel, teljesen jó. Nem súlykorlát nélkül, de célnak megfele. Oké. Kedves Átó, Máté vagyok, 8 éves, most küldök elsőnek csomagot. Hiányzóidat leírod, szeretném az elküldött 4 darabot aláírás visszakapni. Küldök, amiből nekem több van. Köszönöm szépen. Békefi Máté. Persze, teljesen rendben van. Milyen jó becsomagolta, nem profintoljátok. A szülő segített, tök mindegy, ez nagyon jó. Ügyes, ügyes. Kártyavédelem az nagyon-nagyon fontos, és ez egy elég jó megoldás, bár óvatosan kell kiszednem. Száz klábos. Így már ki fog jönni az egész. Leesett. Elnézéseteket kérem. Még jó, hogy ilyen kis tokba van. Úgy, megvan. Oké, na nézzük. Volt itt ugye 100 klábosunk. Szegény Müller el van törve. Ez eléggé rossz állapotban, pedig milyen jó lap lenne. Update Edition. Rengeteg teammate lap és 2 csillogós a végére. Köszönöm szépen neked. A Müller sajnálom, pedig az egy tök király kártya lett volna. Jó, nézzük a következőt. Ez egy giga nagy. Ez egy jó nagy borítékban van cucc. Nézzük meg, hogy ebben mi van. Ott a válaszboríték. Itt a pakkok. És még mindig van, ez súlyos. Azt figyeld. Jó sok tops. Csillogós, meccsatax. Írd alá. Teammate. Írd alá. Levél. Úgy. Na nézzük a leveledet. A levélbe van csomagolva, ez aztán a környezetszennyezés. Itt az erdőket írtjuk. Szia, kedves FCA, te vagy a kedvenc idősöm, küldök neked pár kártyát. Remélem tetszik fognak cserébe 2022-s panyinyi FIFA 365 alapszériás bármely kártyát kell tőled. Ide írom a hiányzókat.
Ronaldo Limited, Messi, oké, bocsán, lehúzásért. Kit húzza le? Engem biztos nem. Címed nem kellett volna oda. Rajtam válaszborítékon nekem jó? És rajta van, hát akkor nem kell cím. Beletesszük ezt. Megnézzük, amíg itt van ez a borítékod, az aláírósokat. Mégis akkor miket kell itt összefirkálni. Uff, egy becsomagolt. Luis Diaz korkártya. Nem egyszerű ezt aláírni, fényes felülete miatt. Nagyon-nagyon nem egyszerű. Ezt azért megnézném, ezt az átfóliázottat. Mi a másik kártya, ami az Invincible alatt van? Ezt a fólia letépést úgyis meg kellene csinálnom. Most lényegtelen, hogy videón kívül vagy belül, kettő Invincible és egy Kylian Mbappé. Nem gyenge lapokat kell aláírnom, az a helyzet. Atya világ. Írd alá folytatása. XXL kártya. Haaland. Az is komoly. Na ez egy darab vagy kettő? Itt nagyon kell vigyázni az XXL lapoknál. Fú, hogy csináljam, hogy jó legyen. Kis fóliába van becsomagolva. Megkeresem, hogyan lehetne ezt épésszel normálisan lefejteni. Alakul. Az olyan a fóliába, hogy azért a sarkakat ez nem fogja szétcseszni, mint egy sima papír, de azért nagyon figyelni kell. Foszlik az. Hát feladtad a leckét. Ezt most már végszenvedem, ha elkezdtem. Atya világ. És ott a szép Haaland lap a végére ki is jön, amit alá kell írnom, ez itt a borítékban állam, biztonságban lesz. Egy kis takarítás, hogy szuper jó. Oké, zsoké. Na nézzük, miket küldtél, hiszen van itt teammate. Ezek már nekem jöttek. Új szériából, ugye update, meg a simából is küldtél vegyesen. Kár, hogy a sarkaik szinte mindegyiknek le van darálva. Ott is tiszta fehér. Sajnálom, hogy ezek ennyire rossz állapotúak. Meccsetax. Ó, na, hát ez már durva. Chiellini, Perez, Martial, Zaniolo, Barella, Vlachodimos, Crystal Parade. Olé, az komoly. 100 klubos, ezek is sajnos nagyon rossz állapotúak. Greenwood Limited Heritage. Hogy de sajnálom egyébként, hogy ezek ennyire el vannak használódva, mert amúgy meg nagyon szuper lapok. Szép Heritage-ek, 100 klubosok jöhet ide Van Dijk mellé. Jó lapjaid vannak, kérlek kártyavédelemre vigyázz. Akár egy ilyen kis puhatokot is használj otthon játékhoz, vagy bármi. Nem drága egyáltalán. Lukaku, ezek is nagyon jó lapok. FIFA 360 update, illetve a sima szériából is teljesen vegyesen küldtél egy nagyon komoly bitang mennyiséget. Köszi szépen. Tops. Oppá. Mi? Ez nem is tops. Ez Panini. Ebből egyik se tops, kérem szépen, hanem ez a Panininak az új top class, vagy lehet csak félreolvastam, szóval top class szériás kártyák itt vannak már a videóban. Nagyon szépek, köszönöm neked, egészen jól állok az albumom, már 50% fölött vagyok. Lehet, hogy jövő héten csinálunk egy update-et, vagy nem tudom, még gondolkodok rajta, de nagyon-nagyon kezd alakulni az album. Na nézzük! Igen, szerintem jövő héten nyomunk egy album update-et. Húha, Dani küldte. Matricák. Teljesen jó. Bajnokok ligájás matricák. Nagyon köszönöm. És csomagokban, kártyák bevédve, Haaland, az komoly Limited Edition Locatelli. Nagyon szépen köszönöm, Limited jöhet is ide.
Paulo Dybala, Fernandinho, Dybala el fogja hagyni, elvileg ugye a Juventust úgy néz ki. Fernandinho. Nagyon szépen köszönöm, Update Edition-ök ilyen pakkokba varázsolva, ez pedig Top Class lesz, így van. Panini Top Class City logóval. Nagyon jó, hát az ő jön akkor a Top Class toronyra, ha már olyat is csináltam. Hát Dani, köszönöm szépen, nagyon jók. Ott is egy Locatelli, teljesen rendben van. És még limited, Ante Rebic, Marko Nikolic. Nagyon jók. Köszi szépen. Szuper. Illetve további matricák. Szuper király. Na nézzük akkor a következőt. Van egy ilyen kis rajz ezen. FCL, GCH, TCL, ugye három csatorna. Mit csinálok? Nézzük. Te megnézhetnénk az első dobozt is. Majd dobozból is jött kettő. Szia, kedves Sátó! Engem Révész Bendegúznak hívnak. Ötödik alkalommal küldök neked kártyákat. Nagyon örültem a múltkori paknak, amit küldtél. Hiánylistádat itt írod. Igyekszem majd segíteni benne, szokásos módon. Illetve természetesen megy majd vissza a meglepi pak is, ahogy eddig. Teammate, fan favorite, captain, impact sign, ajándék. Top class ajándék. Na nézzük akkor, mit kapok tőled ajándékba. Van itt nekünk Tadic, Haaland, illetve kettő darab Mecsetax kártya, és ugye ez azért nagy szó, mert tök király a védelem, puhatokba rakva küldted ezeket, ami azért tényleg dicsérendő. Köszönöm szépen! Következő, Panini Minecraftos kártya, ez egy bontatlan csomag. Panini Minecraftos kártyából. Egy bontatlan csomag. Hát nagyon szépen köszönöm. Bontsuk ki. Nézzük meg, mi van benne. De király vagy. Pont most rendeztem be az albumot a héten. De jó. És a tradingen vannak természetesen Minecraftos videók. Achievement kártya, csillogós. Jaj, de zsír. Tintahal. Ez malac. A Netherbe. Nagyon király. Köszönöm szépen neked. Bontatlan kártyákat is kapok. Látjátok, mekkora jó. Top class lesz, nem a számozás szerint bontom, most jöttem rá. De annyira beizgultam ettől a Top Class-tól, nagyon szeretem ezt a szériát, az alkalmazást hiányom a legjobban, csillogósok. Nagyon jó legyen, akkor itt is logó elő, ha már ott is logó, akkor puff, logó. Captain kártya, fan favorite, teammate, ez lenne az egyes. Nézzük. Magyarok között még Chelsea is, meg PSG, Messi, durva, erős pak. Fan favorite. Azaz, csak csillogós, Update Edition. Nagyon szépen köszönöm, hibátlan állapotú lapok. Captain. Milyen szépen van csomagolva. És könnyen bontható is ráadásképpen. Nikolic ott is ott volt. Nagyon jó captain kártyák. Hát én nem tudom, mit fogunk csinálni, így nem lesz nyáron klubfoci. Válogatott majd lesz, bár nem a VB ügye. Az majd november, de... Hát majd nézzünk Forma 1-et maximum. Nagyon szuper. Köszönöm szépen, királyság. Nézzük akkor az első dobozt. Van egy ilyen érkezés napján kézbesítendő, ilyen kis karácsonyi mintás hópelyhes dobozban. Lássuk meg, hogy mi van benne. Egészen nehéz. Egyébként. Hú, ez durva, hogy ilyen 20 réteges celluxot is átvág ez a kés. Még mindig nagyon király. Pedig nem csak a videókhoz szoktam használni, tehát jön valami, akkor mindig ezzel bontom ki. Az komoly. Hűha. Jajaj, várjál. Mi van ebbe? Te jó ég. Panini Top Class. Display doboz. Érdekesnek tűnik. Jaj, mellé ment a vágás. Úgy. Wow! Az komoly.
lássuk csak meg. Szia, Renátó! Remélem tetszeni fognak a kártyák. Szerintem, vagy szerinted Haaland illeszkedni fog-e a Cityhez? Meglátjuk! Van helye. Kezdő lesz. Ez biztos, hogy nem a cserepadról kell mutatnia valamit. Meglátjuk. Szerintem fog kapni esélyt, még ha az elején nem is. De előbb-utóbb azért mennie kell neki. Szerintem ő ilyen drabális állat. Tehát, hogyha megnézitek itt a kártyát, azért, na, testes fickó. Tehát, aki nézett már Dortmund meccset, az is tudja. Ez a Premier League-be, ez jól jöhet, ez a fizikum egyébként, úgyhogy szerintem nem lesz gond. És mennyibe fog változni a City játéka? Szerintem több gól lesz. Rámennek a gólokra, még ennél is többre. Milyen Haalandot azért ki lehet használni a képességeit, még durvábban. FIFA-ban fog játszani a BL döntőt. FIFA-ban le fogod játszani a BL döntőt, Európa Liga döntőt, és a BL döntőt is le fogom játszani majd. Hiszen lejátszottuk a konferenciát, nem, az Európa Liga döntőt játszottuk le, a konferencia liga döntőt fogom majd még a BL mellett. Csak összeszedem a gondolataimat, de a lényeg, hogy igen. A lényeg, hogy igen. Nagyon komoly lapok Dávidtól. Ez Road to Séria? Igen, Road to Séria. Top class is van. Egy blind. City-s lapok, de micsoda régi City-s lapok, de király. Carlos Tevez. Azt emlékszem, amikor átment a Manchester Unitedba, Manchester Citybe Tevez, jóformán felgyújtották a mezét, de komolyan. Ez mélyen megvan bennem, képsorok, lánguló Tevez mezek. Feldühöttek az ellenfél szurkolói, rengeteg teammate az új top classból, hiányzik még bőségesen, úgyhogy köszönöm szépen. Ezután tényleg kell album update, mert ez rengeteg, rengeteg teammate, és ezzel most... Ha jócskán kisegíted a kollekciómat, köszönöm szépen neked. Ezek pedig, ahogy látom, durvulsz, Dávid, ezek már durvább cuccok. Atyavilág. Jó ég, limited edition. Mukoko. Lemar. Zsorhin, nagyon jó. Nagyon nagy. Jézusom. Messi signature. Zsorhinyo signature. Invincible. Mi legyen elől? Messi signature vagy Invincible? Adja az Invincible. Azt a mindenit! Jesszus atya úristen! Rengeteg csillogós. Iszonyat mennyiség. Logók. Jézusom! Hero kártyák. Zola. Van der Sar. Nagyon durva vagy, Dávid. Köszönöm szépen neked ezt az óriási retro, illetve top class pakkot. Hát látom, azért bontogatsz. Nagyon király vagy. Ez, fú, az album update előtt azért ez durva lesz. Ez a kis boost az albumnak nagyon jól fog jönni. Köszönöm szépen neked. Nézzük a következőt. Atya világ. Hú. Na, van itt levél. Szia, kedves Renátó, én Balogh Félix vagyok, tesóm Balogh Patricio. Összeállik a levél. Mi írtunk neked üzenetet, ez az első küldeményünk, köszönjük, hogy válaszoltál az üzenetre. Nagyon megköszönöm, és nagyon-nagyon tesóan kapnánk két toploadert. Invincible Update Edition, Messi Topmaster előre is köszönöm. Oké, igyekszem majd küldeni, amiket kértetek, már ami van, ugye? Válaszboríték teljesen tökéletes. Fel is van címezve. Szuper. Nézzük, mik jöttek. Matricák, Bajnokok Ligája, Panini, FIFA 365, Alex Král. Nagyon rendben van. Nézzük ezt is. Úgy. Én. Ez egy én paklet, update. Tesóm, jaj, értem, hogy ki küldte. Oké, leesett. Ez a kis update edition, de ebben már csillogós is van. Ez pedig meglepi végére. Aláírni, ez egy aláír. Csak tóla mi? Tudom. Megnézzük. Ez egy tollal aláírt Diomande.
Találkoztatok Diomándéval? Komolynak tűnik. Vagány. Kirakjuk oda. Írd alá. Na, ezt én írom alá. Oké. Okay. Egy Haalandot, illetve egy Mbappé Top Mastert. Ezt én fogom összefirkálni. Meglepi. Lessük meg. Jaj, leborult itt valami. Egy összefirkált Gnabry, két kódos kártya, hogyha még be lehet váltani, akkor be tudjátok váltani. Szuper, meglepi volt. Oké, nézzük akkor. Következő pakot, köszönöm a küldeményt. Oké. Ebben egy ilyen nagyobb briket van. Lássuk a levelet. Szia, kedves Rátó! Levi vagyok, negyedjére küldök pár kártyát, ezeket kérem cserébe. Leírod szépen. Jó. Válasz borítékod. Kicsit le van öntve kávéval. Gondolom elfogadják, ettől függetlenül is. Úgy. Nézzük meg. A tornyot, amit építettél, nem kicsi, illetve ott van limited is. Meg top class is, Timo Werner. Ez egy teljesen vegyes pak, mindenféle új Panini FIFA 365 update. Top class, 100 club. Ott a sok top class, még csillogós top class is van. Nagyon durva. Változatos, változatos pak. Ott a Top Master, de király Foden. Nagyon szépen köszönöm neked, egészen változatos kis pak volt ez. Ronaldo és Lewandowski. Két nagy góllövőnek az XXL limitedje még tavalyról. Köszönöm szépen, nagyon királyul néznek ki. Jöjjön a következő. Úgyni. Írd alá, van itt egy nagyon jó válaszboríték, teljesen rendben van. Na, jesszusom, mennyi gumi. Jó ég. Oké. Szia Renátó, Gombos Csaba, 9 éves, nagyon szeretem a videóidat, és mindig is akartam neked focis kártyákat küldeni. Végre eljött az alkalom, remélem, hogy tetszeni fognak neked. Nekem 3 albumom van, ebből a Topps Meccsetax albumom 59%-os, FIFA 365 albumom csak 15, de szomorú. Update Edition 30, remélem tudsz segíteni ebből a helyzetből. Köszönöm szépen előre is, Csabi, természetesen. Hiánylista. Egy darab Top Master kártya, mez darabos kártya, limited, XX-es, shield, Ronaldo aláírt, Puskás aláírt, Pelé mez darabos, Maradona, Fika lenyomatos, minden kell neked. Jó van. Írd alá, nézzük meg. Itt is valami ragasztás van a dologban. Úgy, Szivok cseh játékost kell aláírni. Teammates pak. Mindenféle évadból, még EB-s is van, 2016-ból. Topszos is, és top klasszos is, teljesen vegyes. Nagyon durván vegyes pak. Kettes. Úgy, ez is teammatekből áll, és ez is minden évadot felőle, az újtól elkezdve a régiig mindent. Hármas. Na, ebben mi van? Kettő darab teammate, hát ez belefért van szerintem az előzőbe is. Ez már a négyes. Ebbe csillogósak vannak. Ott a 100 klábos. Köszönöm szépen.
Nagyon szuper. Jó. Van itt egy ilyen érdekes. Rajta van funsó. Szoktam mondani ugye, hogy a hátuljára írjatok, majd az elején ott a címzés, ott a bélyegző, ilyenek, ezeket nem akarom mutatni. Hogyha olyat akartok, hogy benne legyen a videóban valami, és ne benne, hanem magán a levél, akkor a hátuljára tegyetek nyomdát, vagy matricát, vagy rajzoljatok, vagy mit tudom én. Hát itt ez egész konkrétan össze van firkálva, ki van színezve, és ott van rajta még egy funsó ráragasztva. Atya világ! Valaki nagyon komolyan vette a témát. Nézzük. Mi van ebbe? 6 éves, ez képest tök kreatív. Is láttam még ilyet amúgy. Szia Renátó, nagyon szeretem nézni a videóidat, küldök sok kártyát, remélem tetszeni fognak, nem kérek vissza semmit, de miért nem? Csongor, miért nem? Nyomassad. Nem ár. Köszönöm szépen. Ez mind ajándék, nagyon kedves srác vagy. Atya világ, le a kalappa. Dávid se kért vissza semmit, te se kérsz, és látom, hogy te is elég komolyat küldtél. Szegény. Piercinget kapott egy... Hát egy sarok piercinget kapott a szegény kártya össze lett tűzve. Több is össze lett tűzve. Sarkaknál. Hát végülis ez is egy formája a lesarkozott kártyának. Piercingesek. Köszönöm szépen. Oké. Ott is kapott. Ez telibe át lett szúrva. Csóri. Az komoly. Csú, sajnálom őket, de amúgy meg tök jó kártyák. Hát ez a Dumfries, ez itt elhunyt. Óvatosan teszem, nagy összekarcolja a többit. Szuper jó. Na nézzük. Remélem nem sok ilyen lesz. Egy Topmastert azért nem szeretnék átszúrva látni. Mert ugye szétcsúsztak a borítékba, gondolom a kártyák, és akkor átkapcsoztáltak, ami jelenthette a problémát. Ez itt rendben van. Új Update Edition-ös lapok egyébként. Így, jó kis mennyiség. Van, amiből több is van már így. Felfedezem lassan a harmadikat is. Van Tops. Tehát belenéztél akkor a Matchatax gyűjtésbe is. Az is nagyon jó széria. Itt a következő. Nagyon rendben van. Köszönöm szépen. Ezek már nincsenek átszúrva. Ott de. És 2 darab, sőt. Nem, 2 darab is át van szúrva sajnos. Szegények, majd szétoperáljuk. Atya világ. Jó, hint itt már csillogósokból is van néhány. Lewandowski a végére. Mint gold típusú. Köszönöm szépen, legalább ő nem lett átszúrva. Köszi szépen küldeményedet. Jó, van itt egy ilyen nagyobb. De meg jó nagy. Az komoly. Jesszusom. Durva. Teammate levél. Nagyon jó. Meglepi. Csillogós. Ez minden. Csillogós. Fő meglepi. Csillogós. Levelet keresek. Teammate. Nem volt levél? Nincs levél. Hol a levél? Szeretem, hogy írtok levelet, elmagyarázzátok, hogy mizu. Na mindegy, kezdjük el. Egyszerűen nincs levél. Eltűnt. Úgyni. Rengeteg Update Edition-os teammate kártya. Nagyon jók. Komoly mennyiség. És nagyon szép állapotban egyébként. Teljesen rendben vannak. Köszönöm szépen neked. Itt volt egy ilyen kis torony, amit elkezdtem. Teammate 3. Ezek is további Update Edition-os teammate-ek. Mint az előző, csak ez egy kisebb pak. Teammate 1.
ebben sincs levél, ahogy látom. Azért, mert egyes pak csapatok szerint rendezve, köszönöm szépen. Ez tényleg nagy segítség, de nem csak témát van ebben, már captain kártyák is, fenszek is. Tehát itt azért volt csillogós, és a csapatok szerinti rendezés, ahogy mondtam. Főleg, hogyha nem ejtem le a kártyákat. És Shakiri esett le, akkor óriási nagy segítség nekem. Elrendezésnél. További teammate parádé. Itt már nincsen csapatok szerint rendezve. De ugyanúgy Messi, hát itt is már sokadig ugyanerre fedezem fel, úgyhogy teammate-ből boltot nyithatnék, de majd próbálok segíteni a többieknek, ha duplán van meg, ugye, hogy tudjak küldeni, akiknek ez hiányzik, úgymond. Nagyon szép állapotúak ezek is, ránézésre is teljesen jó, és ezek viszont csapatok szerint vannak rendezve. Nagyon brutál. Köszi szépen. Csillogós. Jó, itt látom mindenféle éra, évad. Oj, de jól néz ki ez a Lego Ninjago. Melyik év ez? 2018. De szépen néz ki. Nagyon tetszik. Ronaldo Top Master. Még egy Ninjago is kiesett. Az is limited. Ronaldo kicsit megtépázva. Bappé. Ez komoly pak volt. Köszi szépen. Nézzünk egy ilyen minden pakot. Mit jelent az, hogy minden? Mindjárt megtudjuk. A csillogósat, meg vegyesen más szériás kártyákat is jelent a minden. Van itt még egy csillogós. Most már itt akkor durvábbak lesznek. Ahogy látom. Úgy bizony, Winter Star Money, Sancho, Cristiano Ronaldo jöjjön előre. Ő is élvezze a Rivalda fényt. Bár ott is élvezi. További csillogós kártyák. Haalanddal. Haaland-Haalandra. Akár csak egy memóriajáték. Ezek pedig még több csillogós, Dávid Alaba Manéból kettő. Nagyon szépen köszönöm neked. Hát brutál mennyiség. Egészen hihetetlen. Igyekszem majd jókat visszaküldeni neked is természetesen. Meglepi, de nem a fő meglepi, csak a kis meglepi. Úgy. Nézzük is. Oké. Okay. Aláírást, erre kérsz. Jó, várjál, lerakom. XXL-ek, Sala Messi, Marko Nikolic. Hát akkor cserélődnek itt a felhozatalok. Csú, király. Aláírás, nagyon fontos, hiszen erre kéred akkor. Egy Loic Négóra, és visszazárható puhatoknál sejmes fogással teljesen rendben van. Ez pedig a fő meglepi. Nézzük. Az pedig egy nagyon-nagyon szép Pedri Topmaster kártya, amit ki is szabadítunk a zacskóból. Úgy is van. Hiszen ez ennél sokkal menőbb helyre kerül. Szétvágom a zacskót, nem akarnám a világért se megsarkazni, mert látom, hogy nagyon neccesen van benne. Éppen hogy. Na jó, megmentettük. Szerintem még teljesen jó állapotú. Köszönöm szépen, Pedri. Topmaster kártyáját. Oké, okay, durva volt a csomag, amit küldtél. Itt is rengeteg captain kártya. Jöjjön akkor a következő. Itt is rengeteg minden. Cukor, hegyek. Atyavilág. Válaszboríték. Tök oké. Okay. Oké, és hű, rajz is van. Ó! De komoly! Hát ezek az animés rajzok, oda vagyok tőlük. Nagyon profi.
Hát gratulálok, hogy ez nagyon durva. Hát nem először küldesz, és hogy ilyen kem, ez nagyon durva. Teljesen le vagyok sokkolva ezektől a rajzoktól, közelében nem járok tudásnak, de nem is az, hogy ilyet szeretnék, hanem hogy álmom mennyire gyönyörű, tehát nagyon komoly, nagyon részletes, profi meló. Hát ez biztos, hogy ne hagyd abba, óriási tehetséged van benne, ez csapassa tovább. Ez nagyon komoly, amiket csinálsz. Köszönöm szépen őket. Mindenféleképpen meg lesz ez itt őrizve. Nagyon durván jó cucc. Wow, meglepetés utoljára. Mecsetax extra ráadásul. Levél. Kedves FCH, szia Renát, elmondjuk, és már 5. alkalommal küldök, olyan rajzokat küldtél korábban is, hihetetlen. Nagyon jókat küldesz vissza, hiánylista, remélem tetszén fog a rajz, na, gyönyörű. Utána örülnék, ha valami chrome lapot, de ez, az előző rajzok után ez azért elős visszalépés, azt kell, hogy mondjam. Oké, és jó, ezt vissza is rakjuk a borítékba. Jó, van itt Lego Ninjago. Nézzük meg ezeket. Szuper, szuper új szériás Lego Ninjago kártyák. Nagyon király. Mecsetax extra, na erre kíváncsi vagyok. Hiszen ez a széria nálam is pörög. Ó, Gossens, Man of the Match Heritage, nagyon ritka lap. Köszönöm szépen. Meglepetés utoljára, nézzük. Na. Oppáré, Angelino Cristal, Insigne, Susso, Emre Can, Blind, Ziyech, Tanguy, Meret, de durva Cristal. Lapmennyiség. Az figyeld. Fú, de kemény, köszönöm szépen neked, óriási. Nagyon köszi rajzokat, kártyákat, mindent. Jöjjön a következő. Érdekes az alakzata a borítéknak. Oda lett ragasztva a levél. Kellemetlen. Itt a briket. Tottenham. Liverpool. Meccs. Ó, megvan. Kedves futballkárcún, 5-ödjére küldök, amit kérek, update-es csere, kis limitedek és update-es kártyát. Jó, körülnézek, kicsit nehezen tudtam elolvasni. Hiánylista. Oké, rendben, teljesen jó. Válaszboríték is tök jó. Meglepi is megy majd szokás szerint. Nagyon király. Na nézzük akkor ezt a kisebb fajta kártyás brikettet, amit küldtél. Ó, Lego Star Wars-os kártyák. FIFA 365, még több Lego Star Wars új szériája. Nagyon jó, csomó hiányzó van belőle. És rengeteg-rengeteg teammate lap, illetve a végére egy ilyen kis furcsa Donnarumma aláírás. Mióta ott vannak a Sucker Hunter srácok, akik videózzák az aláírásokat, azóta kicsit azért kérdőjeles ezeknek az eredetiség, de persze királyság. Következő pak, ez megint Dani lesz. Igen, BL matrica, meg csomagban csomagolt kártya, az Dani. Ezt már kiszúrom. Na nézzük, mire van szó itt. BL matricák minden mennyiségben. Szoboszlai Dominik. A kutya fáját. Van BL matricás nyereményjáték, srácok, azt el ne felejtsétek. Ma van az utolsó napja a jelentkezésnek, vasárnap. Tehát ha már hétköznap látod, akkor az már bukó. De még tudsz jelentkezni egyébként. Ó, Krisztáp Brozovic, Jézusom! Jesszus Mariskája. Az komoly. Durva. Tű. Nem szórakozol. Nagy Ádám Limited. Nagyon durva. Gorecka.
a többiek, iszkó, krisztál, ez a krisztál rész is durva. Wow! Nagyon penge. És további teammate lapok. Köszönöm szépen, Dani. Köszi. Kis levél. Nézzük, hogy ebben mi lesz. Van benne egy jó válaszboríték. Majd egy jó levél. Valami kis pakkal. Írd alá pak. Nézzük, kiket kell aláírni. Sima teammate játékosok. Teljesen rendben van. Vissza is rakom a tokba. Úgy. Ez megy bele akkor. Szia futballkácun! Harmadjára küldök, remélem tetszén fognak. Ezekért cserébe szeretnék kérni magyar kártyákat, bármilyen szériából, Chelsea-s kártyákat, Fradi-s kártyákat, érdekelk Euro 2020 kick-off csillogos, bármilyen Szoboszlai kártya, meccsetaxi idei, update edition jánlista, van itt minden dögivel, ki fogjuk tölteni a borítékodat, tehát ez egészen biztos. Jó, nézzük. Szuper jó. Néhány teammate, FIFA 365. Régebbi szériája. Illetve itt pedig néhány újabb BA matrica. Meg néhány kártya. Köszi szépen. Nézzük a következőt. Ez egy ilyen lapos. Csillogós. Teammate. Illetve egy Dávid által küldött válaszboríték. Hát itt nincs levél. Megnézem, de még egyszer, azon újon nincs levél. Szomorú, hogyha nem küldtek levelet. Na de nézzük már akkor a teammate pakkot. Ahogy látom, nem csak az új FIFA 361 széria, hanem a simából is van. Illetve a meccsetaxból is vannak. Régebbi meccsetax is van. Köszönöm szépen. Csillogós. Azaz, mennyi krisztál. Ronaldo, Robben, Heritage, Ináció, elfoglalnak mindent a krisztálok. Blind, Aspiriköte, nagyon komoly. Köszönöm szépen! Nagyon durvák ezek a krisztál, hogy beindultatok. Egészen durva egyébként. Na nézzük a következőt. Ez is egy nagyobb cucc. Azaz. Meglepetés, de ez mekkora meglepetés? Mi van benne? Nem kukkolunk, de ez nagyon durva meglepetés. Már méretéből fakadóan is. Oké. Na, lessük meg. Kedves rátok, kérlek, fogad szeretettel most nincs majd. Sok szót nem szeretnék pazarolni, top class cserelapjaimat küldtem el neked, illetve valami egészen mást. Minden jót kívánok neked, Péter, köszönöm szépen. Idősebbik néző, gyűjtő, mert azért mondhatjuk, hogy Péter olyan finomságokat szokott küldeni, hogy egészen biztos vagyok benne, hogy valami komoly gyűjtőről van szó. Azt meg, hogy belevetetted magad a top classba, tök király, sok felnőtt mondja egyébként, múltkor nem hiszitek el, hogy láttam egy felnőtt figurát, ott volt az újságoknál, levette a Nemzeti Sportot, nézegette a top class-t, nem tudom, hogy a gyereknek nézegette, de a checklistet nézte rajta már, mint a esélyeket a hátulján, és bedobott egy 4-5 csomaggal a kosárba, hogy az egész jó. Mert hogy van valami kis prémium feelingje, vagy én nem tudom, amúgy jól néz ki. Az a helyzet, hogy a Panini ezt most oda tette. Nézzük a top class-okat nálad is. Tök király, a meccsről kivágott jelenetek, ez kedvenceim. Nagyon jól eltalálta Panini ezt a szériát, nagyon szép lapok, köszönöm szépen neked. Tényleg ez az album update, ez egészen hihetetlen durva lesz majd, amennyi top class-t kapok most. Meglepetés, el nem tudom képzelni, hogy mi ez a nagy dolog. Yu-Gi-Oh! First Edition-ös pak. Az figyel, de jól néz ki. Hidden Arsenal-nak az első része. Az kegyetlen király.
kemény dobozos, hű, de durva, karakterpak, 18 kártya, secret variációs cuccok, az nagyon komoly, van hozzá alkalmazás is. Hű, ez a Yu-Gi-Oh, ez nagyon menő. Köszönöm szépen, hogy ilyet kaphatok tőled. Természetesen videóban fogjuk megnézni, ez nagyon durva. Kocka van hozzá, Dice, ez ugye a kockát jelenti, tehát van valami kocka is. Na jó, ez kegyetlen király. Konami, tehát hivatalos kiadás, ez nagyon király. Yu-Gi-Oh pak. Kár, hogy bontatlan cuccot nem lehet standre helyezni, mert felborulna az egész mindenség. A kutya úristen, de jó. Nagyon-nagyon örülök neki. Ez nagyon király cucc. Péter, megint kitettél magadért, és egy újabb videóhoz adtál alapanyagot. Zseni. Ó, van üzenet. Utóirat, az aláírást elfelejtettem, 2020-ból két kártya bármelyik lehet. Bah, oké. 2020. Retro. Újra adok aláírást, mint 2020. Hol van az már? Oké. Yu-Gi-Oh jó lesz asztalkának, talán nem lesz semmi baja. De eltakarni se akarom 500 kártyával. Úgyhogy azért is gondoltam. Válaszboríték. Péter se küldött válaszborítékot, kutyafáját. Kedves Renátó, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az ajándékot egyébként. Küldök néhány kártyát, remélem örülni fogsz neki, remek videós vagy, rengeteget nézem a videóidat, kedvenc idom a MLD kártyaháború, Sportcards Hungary-vel, hiánylista, Matchatox-ból, két XX, nem látom, két XXL kártya bármilyen szériába és pár limited. Jó. Hogyne, nézzük, Adrain, sima teammét. Okay. Panini FIFA 365 a Drain XF 2022-nek a sima szériája. Szuper jó, itt valami leborult az Invincible-re ráadásul, ami azért egy fájó dolog lenne. Hogyni, de régi! Sterling! Jaj, de régi! De király! Régi Panini FIFA 365. Csillogóssal, mindennel, kettő megfordított lappal, ott a Premium Gold, az komoly cucc, főleg ilyen hibátlan állapotban, nagyon szép állapotban vannak a kártyák, borotva éles sarkak, teljesen jó, korrekt. Lego Jurassic, De jó, ebből is előveszem az albumom. Nagyon-nagyon szuper kártyák. Hát ez nem, hát ez kész, előveszem az albumot. Ez nagyon komoly mennyiség. Köszönöm szépen neked, ebből is van egy csomó hiányzóm amúgy. Wow. Nézzük a dobozt. Van még itt doboz. Úgyhogy lessük meg. Oké. Jónak tűnik. Úgy. Nincsen helyem letenni. Az az én nagy bajom. Aha, így már jó lesz. Csak ha itt leteszem, kártyák gyűrődnek, borulnak dolgok. Ah, te jó ég! Leszakadt a teteje, de nem repült ki semmi. S hibátlan állapotban a puhatoknak köszönhetően, biztos vagyok benne, hogy a puhatok azért védte. Alex Limited Edition Minecraft. Nagyon szép, örülök, hogy puhatokot használsz. Mennyi cucc? Jézusom. Ez mi? Lila. A kutyafáját, mennyi dolog. Yu-Gi-Oh, téged választalak, segíts. Két boríték is van, van egy boríték, meg egy válasz boríték. Hát ez durva ez a doboz. Nézzünk magyarázatot erre. Ez kemény. Szia, kedves Anátó, én Hanna vagyok, 10 éves, és már másodjára küldök kártyákat neked. Nagyon szeretem a videóidat, te vagy a kedvenc videósom, amiket kérek cserélni. Szoboszlai Dominik Krisztál, Krisztán Ronaldo átlátszó kártya.
Wow, out of this world, Ronald, out of this world, Messi, Kagawa, az mi? Aki segített csomagolni Jászmi, a barátnőm, köszönöm szépen a segítséget. Segítő Jászmi, üdvözlete Hanna. Küldtem egy sima borítékot, ha valami küldött volna, valaki nem küldött volna, hát borítékot. A borítékon van nekem is millió darab a felcímzett bélyegzett, amit nem szoktak küldeni az emberek, de azért elrakjuk. Szuper, köszönöm szépen. Hanna. Nagyon jó, nagyon jó. Válaszborítékot be ezt mindenképpen bele rakjuk. Úgy nézzük, mert hát itt atya világ, hogy mi van itt. Azt se tudom, hol bontsam ki. Nem, ezt tényleg nem tudom, hol bontsam ki. Aláírós lenne. Jézusom. Ott van. FIFA 365 logót kell aláírni. Nagyon jó, nagyon jó. Meg is vagyunk. Ja, itt beborulnak a válaszborítékok. Ez mi? Nem kártya, vicces, meglepi. Nézzük. Ha ezt se lehet kibontani ilyen egyszerűen, mint azt elképzeltem. Luffy. Cukor, Creeper. Ehe, Luffy. Ez egy Luffy. Ezt megbeszéltük. Nagyon jó. Régi meccsetax. Nézzük, nézzük. Hol lehetne ollóval itt keresem a... Attól figyelj, már ezt az ujjama is ki lehet bontani. De jó. Ollózni akartam, de mégis nincs rá szükség. Egy darab régi meccsetaxos. Ha mondjuk minden kártyát külön van csomagolva egyesével, akkor hiszem, hogy kell segítség. Azt nem is csodálom. Még át is van gumizva, fő a biztonság. Juventus. Egy Hernández, Ehuero, Piqué és egy Ramsey. Kihagyta a 11-est. Óriási nagy baki volt, hogy becserélték Rangersbe, és kihagyta a 11-es. Teljesen nevetséges. Nagy meccs volt. Az Európa Liga döntő. Milik. Limited Edition. Új meccsetax. Azaz. Gumiktól megszabadítjuk. Három darab új meccsetaxos. Számozást már nem is követem, elnézést. Csak bontogatok, élvezetből. Tavalyi Update Edition, sokkal szebb volt szerintem. Ez pedig Adrien XL lesz, ráadásul 2022-es. Mi ez a kígyó rajta, te jó ég de para. Legújabb kártyák, köszönöm szépen. Teljesen jó állapotúak. Nézzük már ezt a másik lufit, vagy mi ez? Meglepi. De menő. Vagy rögbi, vagy amerikai foci labda. Nagyon király, kulcstartó. De jó. Köszönöm szépen! Haha, menő. Nézzük meg ezt. Egy darab Rising Star. Perin, majd utána itt Adrien XL van. Azaz. Megadja ez magát. Nagyon jó. Még a sok gumit is. Le kell robbantani róla. Barcelonásak. Meg mindenféle más is volt ott. A Drenxek 2019-es széria.
működni. Szuper! Ezek eléggé rossz állapotúak. 2021. Az, hogy mi, azt nem tudjuk. Nem derül ki. Még. ...2021 és 2020-as kártya. Kickoff. Köztük magyarral, Gerard Bale-el és Sergio Ramos-szal. Nem kártya, még egy meglepi. Egy füzet. Méghozzá nagyon szép. Matekfű, köszönöm szépen. Wow, tök jól néz ki amúgy. Már tényleg. Viccen kívül. Régebbi Adrain 2. Oha. Game Changer. Sajnálom az állapotát, mert nagyon jók amúgy ezek a kártyák. One to watch. Csak mindegyik sarkas, de amúgy meg nagyon szuper az a széria, az egyik kedvenc. Az első FIFA 360. Kicsit rosszabb állapot. Kíváncsi vagyok, hogy szerinted mi a rossz állapot. Aha, hát igen. Ezek nem kicsit rossz állapotúak sajnos. Ez rongyosra szakadt böde. Fú, ezek nagyon rossz állapotúak. Itt a vége felé már nem annyira, de itt az elején ez nagyon durva. Régebbi Adrain. Egy darab Nacho, az egyesével csomagolt kártya, zöld, mintha venné egy Mekibe, egy burgerbe, tök mindegy, hol egy sült krumplit, és egyesével lenne a sült krumplit becsomagolva, fóliába. Az lenne az igazi szivatás. Vagy a moziba pattogatott kukorica, egyesével becsomagolva, Zsirkov. Ez egy finom pattogatott kukorica, Zsirkov. Adrain. Nagyon jó. Kártya meglepi. Nézzük. Úgy. Tops Matchatax. És az utolsó pak megint meglepi. Nem kártya. Nézzük, hogy ez mi ez. Nem fog menni, úgyhogy kicsit belevágunk. Ez ilyen kézműves cucc. Nagyon menő pillangó, vagy lepke, ki hogy szereti. Ide rakjuk a füzet mellé, teljesen tökéletes lesz. Köszönöm szépen. Ó, még van egy régebbi. Vodafone. Ez mit? Biztos, hogy Vodafone. Mármint tudom, mi ez a Vodafone, csak... Mit értesz Vodafone alatt? Ó, elvágtam. Besiktás. Besiktás kártya Vodafone. Értem. Oké, hát telibe elvágtam szerintem, úgyhogy bocsánat. A sarkába belenyisszantottam. Azt hittem valami telefonkártya, vagy simkártya, vagy nem tudom. Jó, nézzük akkor a következő levelet. Köszönöm szépen küldeményedet. Ajj, de ügyes voltam. Hol a vége? Fucker. Ez... Nagy kézműves munka lesz. Úristen, de béna vagyok. A kapkodás. Ne kapkodjatok. Meg fogom próbálni ezt összeheggeszteni. Ha nem, akkor természetesen veszek egy újat. A francban. Szia, Renato! Folytassuk innen. A rajz az nem lett elszakítva. Küldök neked pár kártyát, remélem örülni fogsz neki. Légy szíves, küldj vissza nekem. Messi, Topmaster, Topmaster, Topmaster.
Ahendi Maria Limited, Topmaster, 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 nincs is Alan Topmaster. Haha, innen tudom, hogy csak úgy írogatjátok a Topmastert, mert nincs Alan Topmaster, mármint a sima szériában biztos nincs, abban a Rising Star dobozba, ami külföldön volt kapható, meg Collectornál abban van, de az meg egy ilyen előre megvehető széria, az nem ilyen gyűjthetős cucc. Előre is nagyon köszönöm neked, szeretem a videóidat, kedvenc videóm, a Méldé, köszönöm te, Berci. Jó, ezt megjavítjuk, aztán küldök vissza. Van itt minden teammét, nézzük meg. Igyekszem ezeket nem tönkre tenni. Messi. Rengeteg FIFA 365 kártya. Van itt Ninjago. Úgy, ó, csillogósok. Új Ninjago ráadásul. Köszönöm szépen, de rakjuk a legósokhoz. Kérlek, írd alá. Tops Matchetax. Nagyon jó. Panini is. Berakjuk a hadirokkant borítékba. Vegyes. Ó, limited is van, egy Taylor limited. Nagyon szuper, köszönöm szépen. Meglepi végére. XXL. Na nézzük azt az XXL-t. Ez egy Ugrai Roland. Nagyon király. Ide rakjuk. Van itt még Star Wars, ahogy látom. Kukkantsuk meg, ez mit akar. Lego Star Wars széria. Ez is az új. Gold Edition Mandalorian. Az parádékártya. Az ilyen Topmaster szint, csak legósba. Nagyon köszönöm. Az komoly. Jó ég. Meglepi. Szászklábos K-player Arda Turán sós és egy csán. Nagyon komoly, de az meglepett. Az is egy komoly meglepi volt ott. Köszönöm szépen. Nincsen már olyan hüde sok levél hátra. Nézzük, hogy mi a következő. Még kettő van ezen kívül. Úgyhogy haladunk a végelszámolás felé. Ó, ez mi? De jó. Na nézzük. Mit küldtél? Szépen be van csomagolva. Ez még az esőt is kibírná. Bedobnám egy vödör hordóba. Nem? Egy hordóba, amiben víz van. Mi vödör hordó? Miről beszélek? Nekem is menni kell aludni. Oké. Na, nézzük. Teammate. Csillogos. Csillogos. Ez nem tudom, ez nagyon vagány. Vegyes. Levél. Jaj, válaszboríték. Szia, kedves futballkárcunk, köszönöm az előző csomagot, remélem tetszik neked a csillogóstól. Nagyon. Küldök neked sok kártyát, köztük csillogósat, cserébe szeretnék kérni Neuer, Varán, Pedri, Topmaster kártyákat. Nagyon szeretett, nagyon tetszik a videóid, lelkes rajongod. Belián, mindenki Topmastert kér ezekbe a csomagokba. Mindenki, kivétel nélkül majdnem mindenki Topmastereket kér. Srácok, nincs ennyi Topmasterem. Ez száz, hogy nincs ennyi Topmasterem. Nagyon durva mennyiségbe kéritek. Mindenki ilyen 4-5-5. Hihetetlen. Nézzük ezt a vegyes pakkot. Nincsen Topmaster nyomtatóm, hogy végtelen mennyiségben nektek előállíthassak. Igyekszem. Varga, kicsit megtépázva. Vegyes, teljesen vegyes. Állapotra is, meg szériákra is vegyes pak volt ez. Ez valami sticky? Az bizony, de ez nagyon menő. Ezt beviszem melóba. Mármint a, nem a focis kártyás meló, hanem a YouTube-os, hanem a rendes klasszikus munkahelyemre. Ez nagyon király oda. Nagyon, nagyon jó cucc. Köszönöm szépen. Nem is tudtam, hogy van ilyen. Nagyon kompakt. Hogyne? Nézzük, Ronaldo Limited, 150 coin,
FIFA 365 lapok teljesen rendben van. Update Edition csillogós. Azaz, az Update Edition magyarral, négóval. Update Edition a Steam-ét. Szemtelenül komoly mennyiségben. Sajnálom, hogy le vannak sarkazódva, de nagyon király. Tök jók. Kis szemételtávolítás, itt is, ott is, amott is. Köszönöm szépen, FIFA 2022. Teammate. Úgy, hát ezek meg már ilyen teljesen szétjátszott állapotban vannak. Köszi szépen. Ide rakjuk őket is. Szuper jó. Jön a következő. Oké. Okay. Teammate, logók, levél. Figyeld meg, Topmaster, minimum 2. Kedves Ato, David vagyok, 11 éves, szeretnék újra cserélni kártyákat. Hiánylistád. 4 Topmaster az elejéről. Plusz persze a cuccok, 3 borítékba fért bele a csomag, király vagy, akkor ezért nem volt levél, lehet az egyikbe, másikba. Jó, persze, igyekszem majd teljesíteni. Ó, Rottu Katar, de rég volt ez itt a csatornán. Nagyon király. Köszi szépen, át fogom nézni akkor a Road to Qatar albumomat is. Logók. Mindenféle szériából, nem csak Tops Matchetax. Volt ott Panini is. Ez pedig Teammate pak. Nagyon jó. Ó, Forma 1-es matrica is van. Ide király. Nagyon szeressük a Forma 1-et. Szuper jó kis csomag. És akkor ez valószínűleg megjelent te csomagod lesz, de majd meglátjuk. Dávid. Meglepi. Az lesz az utolsó pakja a Méldének. Írd alá, légy szíves. Nézzük. Teammate csillogós. Magyar, nem magyar. Minden van, mit alá kell írni. Az megy is vissza. Ez egy nagy Teammate pak. Szép, szép. Update Edition-es Teammate-ekből rengeteg, tényleg elképesztő mennyiség. Csillogós. Persze rengeteg, nagyon jó csillogósak, még Winterstar is volt. Nagyon kíváncsi leszek, meglepire, mi lesz itt az utolsó pak, amit kibontok a 121. méldében. 150 coinos kis kártya, egy Rice, illetve van itt nekünk egy Lamela, Limited Edition, 100 klábosok. Nagyon korrekt. Köszönöm szépen. Srácok! Vége a Méldének. Nagyon király volt. Tök jó cuccok voltak benne. Ez Pétertől, ez a Yu-Gi-Oh-s, ez nagyon komoly. Nagyon furcsa Mélde is volt egyben, hiszen rengeteg kristály jött, Topmaster, Star Wars-os, kulcstartó, Gianfranco Zola, Invincible, Haaland, Winterstar, Limitedek, tehát nagyon-nagyon szuper cuccok, viszont egyik se került standre. Itt vannak mellettem a standek, 0 kártya van standen. Standre ugye mezdarabosat, aláírtat, paralelt, ami prémium szériához köthető, vagy valamilyen nagyon extrém különlegeset szoktam kirakni,
Itt most nem jött ilyen, persze ez nem probléma, csak úgy érdekesség, mert szerintem mióta standezünk, nem volt ilyen videó, ami benne lett volna standes kártya. Ez egy ilyen méldé, úgyhogy terméket, meg ugye bontatlan terméket, meg nem lehet, nem is szokás standre rakni, úgyhogy ez ilyen szempontból furcsa volt, de nagyon durva cuccok jöttek, és rendesen megbusztoltátok a Top Class albumomat, amiből jövő héten lesz majd egy kis update, hogy hogyan állok jelenleg, így meg, hogy ennyit küldtetek, rendkívül izgalmas lesz, mert szerintem nincsen sok hiányzom. Válaszborítékok mennek vissza a jövő hét folyamán, igyekszem elintézni őket még péntek előtt, hogy mindenki megkapja. Legközelebb találkozunk, addig is jók legyetek, iratkozzatok fel a csatornákra, hogyha nem tettétek volna még meg. Nézzetek Lipcse karrier meccset a Gaming Cards-on és Minecraftot a Trading Cards-on. Addig is, sziasztok!